Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Csillaggyűjtött Fáncsoport nevében. Különösen nagy öröm számunkra ez az este, hiszen 2 év után újra megtarthatjuk karácsonyi előadásunkat. Legutóbbi alkalommal egy lényegesebb kisebb színpad és elég volt a táncgálánkhoz. A Csillaggyűjtő alapítója, Bors Eszter Katalin, már a tavalyi évben szeretett volna bemutatni Mary Poppins történetének feldolgozását. Sajnálatos módon a darab előadására az akkori körülmények miatt nem került sor. Nem telt el sok idő, de mégis sok minden változott azóta. Gyarapodott a létszámunk, nőttek a céljaink, és mindenhez pedig egy nagyobb színpadot is kellett választanunk. Most pedig fogadják sok szeretettel és nagy tapssal Mary Poppins Csillagai című táncszínházi darabot. Történetünk London városában játszódik, a II. Világháború után. Szinte még hallani lehetett a náci bombázók rotorjainak hátborzongató zúgását. Bizony nehéz idők voltak ezek. Rengeteg volt a nélkülöző ember, miközben még ott volt a levegőben a fájdalom a múlttól és az aggódás a jövőtől. A gyerekek esetében ez másképp működött. Ők továbbra is tudtak örülni a hóesésnek és egymás társaságának. Sokkal inkább arra figyeltek, hogy mi mindenük van, ahelyett, hogy azon gyötrődtek volna, hogy miük nincs. Ez alól a Banks testvérek sem voltak kivételek. A háború után édesapjuk, Mr. Banks egyedül próbált gondoskodni gyermekeiről. Apa, apa, kimehetünk a parkba játszani? Inkább a boltba kellene elmennetek, feltéve, ha szeretnétek valamit vacsorázni. Mindjárt adok egy kis aprót, esküdni mernék rá, hogy itt csörög valamelyik zsebemben. Hagyd csak, apa, majd feltörjük Lucy malacpárcsait. Az enyémet? Miért az enyémet? Miért nem a tiéd? Mert azt már feltörte valaki. Jó, akkor menjünk el a boltba, és odafelé beugrunk a parkba is. Rendben, menjünk. Te vagy a fogó.
kívánok! Miben segíthetek az uraknak? Üdvözöljük, Mr. Burns! A vonta jöttünk. Szabad lesz? Persze, tessék, kerüljenek bejebb. Egy csésze kávét esetleg? Nem szeretnénk sokáig zavarni. Azért jöttünk, hogy felhívjuk figyelmét ez idáig felhalmozott adósságairól. A csodába is! Valóban ennyi tartozásunk lenne? Nézze, uram! Ön rendszeresen késve törlesztette adósságait. Sőt, némelyiket, pontosabban a nagy részét máig sem sikerült kifizetni a banknak. Teringettét! Megesküdtem volna, hogy a nagy részét már sikerült rendeznem. Attól tartok rosszul emlékezett, Mr. Burns, és ezúttal a bank sem tud már többet várni. Az egész összeget kérjük törleszteni kamatokkal együtt, legkésőbb december 24-ig, különben örökre elveszítik az ingatlant. De hisz alig van valamennyi megtakarításunk. Van egy régi széfünk a bankban, de még sosem láttam kinyitva. Gyanítom, hogy régi kacatokkal van tele, és amúgy sincs meg a meghatalmazás. Tudják, mióta a feleségem nincs köztünk, minden nehezebb. A pénzügyeinket is ő tartotta számon. Bizonyára így van, uram. És fogadja részvétünket, de ez nem a mi problémánk. Igazuk van. Köszönöm, hogy idáig fáradtak. Hadd kísérjem ki önöket. Várni fogjuk, Mr. Burns. Bankunk és kollégáink mindig a szolgálatára lesznek. Köszönöm, uraim! Megyek, amint tudok. Viszlát! Viszontlátásra! Minden jót! A fenébe az egésszel! Ezt nem hiszem el! Nem hiszem el! Mindent megtettem, de mégsem sikerült. Kicsúszott a kezeim közül minden. Te biztos tudnád, mit tegyek.
rajta? Kirakta oda? Miért? Tudjátok, gyerekek, mióta édesanyátok nincs velünk, meggyűlt a bajom a család pénzügyeivel. Hoztam néhány nem túl okos döntést, és most sok pénzt kell visszafizetnem. De ti egy percig se aggódjatok, kitalálok valamit. Ha jól emlékszem, van valamennyi... Gyerekek, kinyitnátok! Apa, valami néni jött! Na hát, Lucy és Adrián Banks. Voljátok szívesek beengedni? Honnan tudjál meg őket? Szavamra, Mary Poppins! Már nem láttam vagy 20 éve. Még gyerek voltam, amikor vigyázott ránk. El sem hiszem, hogy látom. Magán igazán nem fog az idő. Egy nőkorát nem érdik firtatni, de ezt annak idején meg is beszéltük. Megbocsásom, Mary Poppins, de hogy is fogalmazzak? Jelenleg nem állunk olyan helyzetben, hogy megengedhessük magunknak a szolgálatait. A részleteket később. Inkább azt meséljen, hogy miért van ekkora felfordulás. Tudja, kis és sok a dolgunk mostanában, és... Azt látom, olyannyira, hogy még karácsonyfájuk sincs. Igen, így van, ez már vagy 1000 éve. És szeretnétek, hogy legyen? Igen. Léci, apa, engedd meg, jók leszünk! Nem bánom, jól van! Köszönjük, apa! Oh,
mit? Elmegyek a bomba, talán elnézőbbek lesznek, és mégiscsak kapunk egy kis haladékot. Talán még a széfünket is kinyitják. Elvégre mindjárt itt van a karácsony. Thank you.
Végtelenül sajnálom, Mr. Banks. Több feladékot nem tudok adni. Maga is tudja, hogy jócskán kicsúszott a határidőkből. Hiába van egy állítólagos megtakarításuk holmi szépben, az nem a maga nevén van. És meghatalmazás nélkül sajnos nem nyithatom ki a széfet. Attól tartok, ennél többet tényleg nem tudok tenni magáért. Igen, uram, ezt jól tudom, és nem is feltételeztem. Itt leszek a bankban, szenteste is, és várni fogok magára, míg éjfélt nem itt az úrra. Addig biztos talál valami megoldást. Nagyon szépen köszönöm a türelmét és a megértését. A viszontlátásra. Minden jót, Mr. Banks. Azon gondolkodtam, hogy valahogy pénzt kéne keresnünk, hogy odaadjuk apának és megtarthassuk a házat. Ez jó ötlet, de mégis hogy? Ezt még én se találtam ki. Aj, gondolkodj, tök Filkó. Te vagy a tök Filkó? Nem, te! Akkor mégis hogy akarsz pénzhez jutni? Különben is nem te vagy a főnök. Addig, Adrián! Nem adjuk el a detályát, már megint nem vagy eszednél. De igen, eladjuk. Add vissza, kérem! Na látod, mit csináltál? Hogy én, ez csak a te hibád, vedd tudomásul. Te tölted el. Nem, mert te voltál. Te! Gyerekek, gyerekek, gyerekek! Halljam, mi folyik itt? Hát az úgy volt, hogy nem hagyta, hogy pénzt keresse, rendben, rendben! Egy szót se többet, mindent értek. Úgy látom, itt már csak egy ember segítek. Toxi a boszorkány. Az a hírjárja, hogy van egy műhelye, ami tele van elvarázsolt bábokkal. Állítólag bármit meg tud javítani. Mary Poppins, kérlek, vigyél el minket a boszorkány varázs műhelyébe. Legyen hát! Thank you.
A vén Topsy majd úgy is megjavít mindent. Mássz a polcomra, trappolja a játékokra, rúgd át képen a kis porcelánbabuskákat. Gyerekek, ő az unokatestvére. Másodágon és sokszorosan távolról. Tatjana, Antanázia, Kozitóri, Tropotreporovszki. Ó, de szólítsatok csak Topsynak. Milyen szokatlan neve van kegyednek? Hová valósi? Ó. Ez egy nagyon érdekes történet. Azt senki sem tudhatja. Kérlek, javítsd meg ezt a tálat. Nem. Réges-rég óta tudod, minden hónap második szerdája van, amikor itt minden tekne összefordul. Azt jelenti, hogy az egész
egész világon fenekestő felborul, mint egy haját esett teknőz. És én nem tudom, hol a fentem meg a lentem, a jobbom meg a balom, meg a buksim meg a popsim. Hozzál bármit megjavítom kednek napján. Ragacs fű, vagy egy tű, mindjárt kész. Legyen úgy, eljön a szombat, újra itt állsz. Összeillesztve átadom majd le. Legyen kedv, vagy akár péntek, de érdemes betérned. A második hét viszont nagyon más, mert eljön a retteket nap, mikor fülem szörnyű hírt kap. Ez a kettes varázsszerda, ami létem bordázó. Fék, fölpön ég, ettől nyomban elfutnék. Nincs ember sem már is össze cillál. És bármit így nem kivégyen, lövölni, mit sem érve rá. Talán itt nem segít az imád. Mert így az fény, hat az öt, fa az fény, nagy az csöp, eszembeztem átfordít a villát. Nincs megállás, csak forgatás, ha nekem sorsom átmodás, mint teknős páncél elfordult az irány. Fordulás, mit tennék, én elviselek, hidd el bármi más. Olyan, de lesz most az egész világ, megveszett egy Tolsztoj rövidebb hibbe varázslat, hát pedig ő uncs. Bent az kint, mert az kért visz, amit látod, földet ért az én, ha fordult neked nem jel. Eltévedtünk, Mary Poppins. Nos, úgy tűnik. Most aztán mit évők legyünk? Tudjátok, gyerekek, ha valaha eltévednék, egyszerűen keresnék egy irányfényt.
fogalmatok róla mennyi az idő? Betegre aggódtam magam miattatok. Apa, az úgy volt, hogy pénzt akartunk keresni, és elmentünk a boszorkányhoz, aki megcsinálta anyatáját, és... Elég volt a mesékből mára! Menjetek csomagolni! Egy időre meghúzzuk magunkat az egyik rokonon, mert aztán meglátjuk, mi lesz. Nyomás! Ami pedig magát illeti, Mary Poppins. A maga dolga lenne vigyázni a gyerekekre, ami többek között azt jelenti, hogy nem hagyja őket késő este az utcánkon csatakolni. Igen, uram, így van. Ezt visszaadom. A gyerekek szerint egy vagyontérhet. Badarság! Ez egy régi emlék, semmi más. Ennél több kell, hogy kiussunk ebben a kilátástalan helyzetben. Tudja, Mr. Banks, minden lehetséges. Még a lehetetlen. Gyerekek! Gyertek gyorsan, megtaláltam a meghatalmazást! Jaj, de jó! Ügyes vagy, apa! Tudtuk, hogy megcsinálod! Várjátok csak, alig maradt időnk! Mindjárt éjfél! Még odaérhetünk, ha most elindulunk. Mire várjunk még? Indulás!
Előadásunk végéhez érve, engedjék meg, hogy bemutassam szereplőinket. Utcán táncoló esernyős, valamint újságot olvasó hölgyek szerepében Nagy Zsófia, Bognár Viktória, Lajkó Léna, Tar Kitti, Bolza Georgina, Kocsis Lilla, Varga Cecília, elment a hangom, Horváth Blanka, Ács Lara, Csuti Zoé. Nagy tapsot kérdem, Maki! Elcsúgatásuk a Maki, igen! Hozó kéményseplőink, Nagy Zsófia, Simita Viktória, Lipovics Petra, Árvai Dalma. Utcán játszó gyerekek, Nagy Lilla, Kovács Anna, Tóth Olivia. Hopsz. Tehát Tóth Olivia, Audrey Kira, Kuta Csamira, Nagy Áron, Varga Borbála, Német Csenge, Nagy Flóra, Csell Luca, Roncs Zita. Szép volt, sajnos. És most jöjjenek a bankárok, akik nem ismertek kegyelmet senki számára. Tar Kitti, Kovács Anna, Tóth Olivia, Kocsis Lilla, Audrey Kira, Ács Lara, Varga Cecília, Németh Csenge, Varga Borbála, Kutacs Amira, Nagy Zsófia. Manócskák, akik elhozták a karácsony hangulatát. Cupi Kinga, Zinger Hanna, Tóth Karolina, Pap Johanna, Pászli Fanni, Kovács Nóra, Varga Áron, Nemes Aliz, Kutasi Szófia, Varga Marcel, Talpai Szófia, Németh Hanna, Nemes Izabella és Nagy Rihárd. Angyalok, akik a reményt jelentették. Simita Viktória, Nagy Zsófia és Nagy Zsófi, Lipovics Petra, Horváth Blanka, Árvai Dalma, Lajkó Léna, Bognár Viktória, Borza Georgina. A varázsműhely bábjai, Nagy Áron, Horváth Blanka, Nagy Flóra, Csell Luca, Nagy Lilla, Ács Lara, Ron Zita, Csuti Zoé és Simita Viktória. Árszítók, akik a fényt hozták a sötétségben. Simita Viktória, Nagy Zsófia, Nagy Zsófi, Horváth Blanka, Lipovics Petra, Árvai Dalma, Csuti Zoé, Ron Zita, Nagy Lilla, Ács Lara, Bognár Viki, Lajkó Léna, Borza Georgina és Nagy Áron. És következetes jogászai, Árvai Dalma és Lipovics Petra. Tekintélyt parancsoló bankigazgató, Nagy Zsófia. Topsi a boszorkány, aki nélkül semmi nem működne, Simita Viktória. Főszereplő bajkeverőink, azaz a Banks testvérek szerepében Tóth Luca és Mészáros Adrián!
végezetül, de nem utolsó sorban Banks apuka, Horváth Ádám, és Mary Poppins, Bors Eszter Kamali! És akkor mindenki a színpadra egy utolsó tapsra, jó? A figyelmeteket kérni, a figyelmét kérni a kedves egybegyűlteknek, megpróbálom elmondani, talán összejön. Elsősorban köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek, és megtekintettétek ezt a szívhez szóló előadást, amit ma itt nekünk a gyermekeink bemutattak. Reméljük, nektek is annyira tetszett, mint nekem. A karácsony közelettével minden ember szíve vágyik egy kis melegségre. Remélem, meg tudták tölteni szeretettel nem csak a mai estén, hanem az elkövetkezendő napokat is. Köszönjük gyermekeinknek, hogy ilyen odaadó és kemény munkával felkészültek, hiszen mi szülők tudjuk, ez nem volt egyszerű. A mindennapokban, az iskolában, az óvodában mellett az estéket erre szentelni. Csodálatosak vagytok! Köszönjük, hogy vagytok nekünk, és itt lehetünk veletek együtt. Ennél nagyobb büszkeség és öröm egy szülőnek, nagyszülőnek, családnak nem is lehet. Kiemelve a mai nap előadását, szeretnénk az egész stábnak megköszönni a segítséget, mert nélkülük ez a csodálatos előadás nem jött volna létre. És még nincs még. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy ez az este létrejöjjön. Külön köszönet az elmúlt időszakban nyújtott rengeteg segítségét és támogatásért Szandinak és Gábornak, valamint Attila bácsinak is a díszletek elkészítését. Köszönöm, hogy többet látok. Köszönjük szépen Lívinek a meseszép kézzel készített tütüket, valamint Csuti családnak a díszletekben és az egyéb munkálatokban nyújtott segítséget. Hálás köszönet Kovácsné Kálmán Gyöngyinek és családjának, valamint a Magyar Keresztúri Önkormányzatnak a rengeteg támogatásért. Köszönjük szépen Szalai Miklósnak, valamint a Szélsárkányi Önkormányzat vezetőségének, hogy helyet biztosítottak próbáinkhoz. Köszönet jár a hang- és fénytechnikáért Kis Zoltánnak. Valamint köszönjük szépen Szalainé Galambosi Tímának és a Csorvai Művelődési Központ valamennyi dolgozójának, hogy otthont adott Mary Poppins csillagai produkciójának. Valamint szeretném megköszönni Horváth Ádámnak, és légy szíves gyereki, aki a Győri Nemzeti Színház tagja, hogy szakértelmével és kitartó munkájával segítette emelni színdarabunk fényét. Köszönjük szépen! Van még valaki, akit szeretnénk a színpadra hívni. Ő egy anyuka, és tudom, hogy nem akar feljönni, de most már mindegy. Róla tudni kell, hogy mindent megtesz a csapatért, még ajándékot is kaptak tőle a táncos lányok. Én tudom, hogy bármelyik szülő velem együtt bármit megtenne a csapatért, ahogy elejéből telik. De mi mégis úgy gondoltuk, hogy őt kiemelnénk. És szeretnénk, ha ezt egy kis ajándékot elfogadna a táncosok és a szülők nevében. Ő az az anyuka, aki amazonként harcol a csapatért. Nagyon sokszor volt úgy, hogy valami bántotta és hívott engem izgatottan, hogy megbeszéljük ezt.
Ő az a szülő, akik az elsők között ugrott, bármire szüksége volt a csapatnak, és még családját is bevonta a munkálatokba. A versenyeken keményen szurkolt, nagyon sokszor láttam könnyet a szemébe a mai előadás alatt is. Úgyhogy szólítanám a színpadra nagy taps kíséretében Nagyné Bognár Alexandrát! Gyere, Szandi, gyere! Köszönöm szépen, Szandinak köszönjük, és reméljük továbbra is számíthatunk rád. És még egy kis türelmet. Szeretett tesztünk. Megpróbálok nem sírni, jó? Következő soraim a gyerekek és a szülők nevében most hozzád szólnak. Tudjuk, hogy sokszor elmondtuk, de nem elégszer, hogy mennyire hálásak vagyunk neked. Szeretnénk megköszönni, hogy megalapítottad a Csillaggyűjtő Tánciskolát, és ezzel egy csodát hoztál létre számunkra. Egyben köszönjük a sok fáradtságot, a kitartó türelmet és munkát, amit a gyerekek számára átadsz. Egy olyan közösséget hoztál létre, ami tele van szeretettel, és a sok munka mellett örömmel. Szinte családdá kovácsoltad a csapatot. A tanításod szívből jön, és ez mellett te lehet észre sem veszed, hogy a tiszteletre, az egymáshoz való hozzáállásra és magára az életre is megtanítottad őket. Az az ember, aki egy ilyen szeretetteljes, segítőkész családból jön, valószínű, számára ez természetes. És itt ragadnám meg a szót, hogy kedves családodnak is ismételten megköszönjük a sok segítséget és a fáradtságos munkát. Azért azt tudjuk, hogy a háttérben, amit te megálmodtál, akár díszlet, akár helyszín, az nem magától varázsolódott ide. Igen, felhívhatod. Megtapsot kérünk! Szari! És apikád! Gondolom, Eszter, szeretnél pár szót mondani. És mielőtt átadom a szót, szeretnék mindenkinek békés, boldog karácsonyt kívánni, és köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm, Anett. Azért annyira ne tipegjél messze, mert neked is jár a taps, hiszen Anettról azt kell tudni, hogy kb. Ugyanolyan, mint Szandi, sőt, az összes, hál' Istennek tényleg az összes szülő annyira pozitív és annyira támogatja ezt az egész dolgot, hogy mindig azt mondom, hogy ez csapatmunka. Kell hozzá a gyerkőc, kell hozzá a saját magam személye, és természetesen kellenek a szülők is. Úgyhogy, Anett, köszönöm szépen, hogy itt vagytok mindig, amikor konfektit kell vágni, képzelj el, kedves közönségük, hogy ezt ők kézzel vágták fel, tehát ezt a sok, ami háttérmunkánk azért nagyon tényleg megérdemel egy hatalmas nagy tapsot, tehát azért Stellának, Laurának, Rebekának. Igen, Rebi, te is! Tényleg azért a lányok, hogyha nem lennének. Gyertek csak, megérdemlik. Igen, ők voltak, akik a háttérben rengeteget segítettek nekünk. És tényleg mindenkinek köszönöm, aki valamilyen szinten hozzájárult ahhoz, hogy sikeres esténk legyen. Csak egy rövid kis történet így a végére. Novemberben van a szülinapom, tudnillik, és képzeljék el, hogy szóltam a gyerekeknek, hogy nincs ünneplés, nincs torta, nincs buli, próbálnunk kell, el vagyunk foglalva, gyerekek, nincs, nem lesz ilyen, jó? Tehát ne legyen szülinapi köszöntést, bólogattak. Bólogattak, jó, jó, jó. És hát elérkezett a nap, és jönnek szembe velem hatalmas, gyönyörű tortával, amit ezúton is köszönök. Két gyertyával természetesen, és elfújtam a gyertyákat, és pont Szandi volt, aki mondta is, hogy ugye azt kívántad, hogy jó gálánk legyen, vagy valami hasonlót mondott, és egyébként igen, Szandikám, ezt kívántam, és én azt gondolom, hogy ez létre is jött, úgyhogy a kívánságoknak ereje van. És hát igen, a csillaggyűjtő egy olyan dolog, ami tényleg lehetővé teszi, illetve megmutatja mindenkinek, hogy
a lehetetlen is lehetséges. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és hát remélem, hogy nem sokára találkozunk egy következő műsor alkalmával. Várjuk Önöket szeretettel legközelebb is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Ha ha ha.